Sokan azt remélik, hogy a klímaváltozás okozta problémákkal majd megküzd az állam, a szakértők, a nemzetközi szervezetek, a környezetvédők vagy a megfelelő jogi szabályozás. Hajlamosak vagyunk legyinteni és azt hinni, hogy majd valamilyen szervezet biztosítja, hogy mi élhessünk úgy, ahogy eddig, vagy ha lehet, egy kicsit jobban. Jelzem, akik így gondolják, csalódni fognak. Na de nem akarok előre fekete fellegeket festeni. Az Ökorégió Alapítványa fenntartható fejlődését elnöke, Kocsis Anikó ökológus, majd megteszi helyettem. Azt szoktam mondani, és sajnos ez a tény, hogy nagyon sokat kell azért annak érdekében tennünk, hogy egyre kevésbé rossz környezetbe kelljen élnünk, mert hogy rosszabb körülmények között fogunk élni, az 100% biztos. Itt az a kérdés, hogy ez a környezet az mennyire lesz rossz. Ugye mondtam? No de elkeseredésre nincs okunk, pont azért dolgoznak a szakemberek a társadalom számára készülő felhívásokkal és oktatásokkal tartított programokon, hogy megoldást nyújtsanak a problémára. A klímastratégia egy rendkívül fontos dokumentum a jelenre és a jövőre nézve, valójában egy intézkedésekig lebontott cselekvési terv 2030-ig, illetőleg kitekintéssel 2050-ig, ami arról szól, hogy mit tehetünk helyben a éghajlatváltozás mérsökléséért, illetőleg ami ebben az országnak ebben a részében még nagyobb fontosságú, mit tehetünk a változó környezethez való alkalmazkodás érdekében, illetőleg a harmadik pillére pedig a szemléletformálás, hiszen addig, amíg a lakosság döntő többsége nem vált szemléletmódot, tehát nem gondolkodik és nem él klímatudatosan, és ez nem fogja a mindennapjaikat áthatni, addig nem lehet sikeresen megvalósítani a klímastratégiát. A szükséges cselekvéseknek a terepe lehet olyan, ami a társulás minden településére vonatkozik, van, amelyik csak néhány településre, és vannak általános érvényűek, ami mondjuk minden háztartásra vonatkozik. Armstrong mondta, a hold felszínére lépve, hogy kis lépés az embernek, hatalmas ugrás az emberiségnek. Nos, valahogy így kell elképzelni a dolgot Kocsis Anikó szerint is. Ilyen kis lépés például, hogy olyan boltban vásárolunk, ahol helyi termelő portékái vannak a polcon, és otthonról viszünk egy használt farmerből készített szatyrot, hogy ne kelljen műanyag zacskóba tenni a vásárolt termékeket. Ez az az első lépés, amihez inkább klímatudatos szemlélet kell, semmint pénzügyi befektetés. A farmer az egy nagyon jó példa, most pontos mennyiséget nem tudok mondani, de egy farmer nadrágnak az előállítása, tehát amíg a gyapotból ugye farmer nadrág lesz, az több száz liter vizet igényel, vagy egy póló. Abnormális mennyiségű ruhát gyártanak le a világban, sokkal többet, mint amennyit el tudnak adni, annál meg pláne többet, mint amennyire valójában szükségünk van. Tehát vissza kéne térnünk arra, hogy sokkal, de sokkal kevesebb. Azt kell, hogy mondjam, hogy akár az egy tizedére is le lehetne csökkenteni a jelenlegi ruhavásárlást. Tehát most mindenki nézzen már otthon körül. Általában 10 emberből 9-nek a szekrényéből dől ki az ott felhalmozott, évtizedek során felhalmozott ruha, amiket nem is használ, teljesen feleslegesen vásárolta meg. Ennek óriási az ökológiai láblenyomata, óriás a környezeti kockázata, tehát át kell szellemülnünk, kevesebbet, minőségibbet vásárolnunk, csereberelni egymás között, használt ruhát vásárolnunk, felújítanunk, végtelen lehetőségek vannak. És a pénztárcáknak is jobban teszünk. Igen, ezek a fast fashion hálózatok azért nem tettek jót. Tehát az a világ rákfenéje. Tehát a 21. századnak a jóval a közep előtt, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy 2030-ra el kell tűnnie ennek a földről. Ha nem, akkor nagyon nagy bajba leszünk. Akkor kicsit térjünk vissza még erre a családra, hogy a modellt, hogy kicsit tovább folytassuk. Tehát mondjuk a két autóról váltsanak esetleg egy autóra, vagy oldják meg úgy, hogy ha lehet egy irányba utaznak, akkor egy autóval menjenek. Tömegközlekedéssel menjenek.
amiről már beszéltünk, hogy Magyarországon is már kezd kialakulni, nyilvánvalóan a vidéki térségekben azért ez egy kicsit lassabb folyamat, az autó megosztás, autó kölcsönzés, de mindenhol elég egy-két aktív ember, és akkor ez el tud indulni ez a folyamat. Teljesen biztos vagyok benne, hogy 5 év múlva már Magyarország minden térségében ez elérhető lesz, 10 év múlva pedig ez egy teljesen normális folyamattá fog válni. Ruházati termékekből egyébként a világjárvány alatti bezártság miatt sokkal kevesebb fogyott, mint az azt megelőző egy vagy azután eltelt fél évben. A koronavírus sok negatív hatása mellett azért hozott olyan változást, amit a klímakutatók nem bántak. Főként a Covid elején, amikor az embereket sokként érte természetesen a Covid, illetőleg a vele együtt járó lezárások, sokan elgondolkodtak, hogy mi is az életminőség, hogyan lehetne másképpen élni, és ez a mai napig érezteti a pozitív hatását, például a turizmusba. Még akkor is, hogyha jelenleg például tömve vannak sajnos újra a repülőterek, de érezhetően megnőtt azon emberek és csoportok száma, akik a turizmusnak a fenntarthatóbb ágai iránt érdeklődnek, közelebbi célpontokat választanak, ahova nem repülővel vagy hajóval kell menni, illetőleg a pandémia folytán felerősödött azon turizmus fajtáknak a jelentősége, amik a csendes és különálló elvonulást hivatottak biztosítani. Tehát a vidéki turizmus, ökoturizmus egyértelműen ennek a nyertese. Az mondjuk már egy másik kérdés, hogy minden országban azt lehetett látni a korlátozások feloldása után, hogy komoly anyagi támogatásokkal próbálják visszarendezni az életet abba a kerékvágásba, amit egyáltalán nem kellene. A riport elején említettem, hogy Kocsis Anikó nem épp pozitív képet fest a következő évtizedekről, de a kisfilm azért készült, hogy segítsen tudatosabban cselekedni mindenkinek, aki a környezeti változások lassítása érdekében tenni szeretne.